Reggeli Monitor. Hétvégén újabb fegyverkísérletek voltak Észak-Korea részéről, egyebek mellett hiperszonikus, közepes hatótávolságú rakétákat is teszteltek, ami abban az értelemben önmagában már nem is annyira hírértékű, hogy szinte nem telik el úgy hét, de hónap egészen biztosan sem, hogy ne lenne valamilyen fegyvertesztje Észak-Koreának. Az elmúlt időszakban azonban még talán a korábbiakhoz képest is, mint hogyha erőszakosabb hangnemben nyilatkozott volna Kim Jong-un, aki gyakorlatilag, mintha háborús előkészületekről nyilatkozott volna. Nem tudom, mennyire félreérthető ez mondjuk európai szemszögből, de változott az észak-koreai akár stratégia, akár retorika. Nem beszélhetünk háborús helyzetről a koreai félszigeten, nem beszélhetünk arról, hogy a fenyegetés az növekedett volna. Egyszerűen arról van szó, hogy az elmúlt hónapok során az észak-koreai rezsim kifejezetten felbátorodott, úgy érzi, hogy lehetősége van nagyobb ütemű fegyverteszteknek a végrehajtására, illetve nyugodtabban tud erődemonstrációkat fokozottabban végrehajtani. Ennek az egész dolognak a hátterében az húzódik, hogy lényegében 2022-nek a második felétől kezdődően elindult egy olyan folyamat, ami Észak-Koreának és Oroszországnak az összeborulását, egyre szorosabb együttműködését eredményezte, és ennek következtében úgy érzi az észak-koreai rezsim, hogy egy ENSZ-BT tag országnak a jóváhagyásával hajtja végre ezeket a erődemonstrációkat, ezeket a fegyverteszteket, és közben megemlíthetjük azt is, hogy gyakorlatilag az elmúlt heteknek a fejleményei bebizonyították, hogy az észak-koreai gyártmányú rakéták azok felbukkantak az ukrajnai hadszíntéren, tehát lényegében valós körülmények között tudja Észak-Korea ezeket a rakétákat tesztelni Ukrajnában is. Újra lesz majd, ha nem is a legmagasabb szintű, de alacsonyabb szintű észak-koreai látogatás Oroszországban, akkor ez azt jelenti, hogy további fegyverüzletek várhatók? Külügyminiszteri látogatás fog bekövetkezni, tehát az észak-koreai külügyminiszter asszony fog ellátogatni Oroszországban. Én úgy gondolom, hogy már kialakult egy mechanizmusa, illetve a megegyezések már létrejöttek azzal kapcsolatosan, hogy Észak-Korea milyen típusú fegyvereket szállít, milyen ütemezésben Oroszországra. Gyakorlatilag a két ország teljes mértékben egymásra van utalva, és úgy néz ki, hogy ez az együttműködés, ez egyre kiterjedtebben zajlik. Oroszország számára gondolom leginkább a tüzérségi eszközök utánpótlása, illetve lőszer utánpótlás miatt fontos az Észak-Koreával való üzletelés. Észak-Korea nyerhet-e mondjuk technológiát ezzel az orosz együttműködéssel, leginkább a rakétái tekintetében, vagy várható esetlegesen az észak-koreai hadsereg technikai fejlesztése? Ez egy nagyon fontos pont, nagyon fontos kérdés. Amikor tavaly nyár végén találkozott egymással Kim Jong-un és Putyin elnök a távol-keleti Vosztocsnyi kozmodrom űrrepülőtéren, akkor a tárgyalásoknak az egyik fő tétele az volt, hogy Oroszország technológiai segítséget nyújt az észak-koreai rakétaprogramnak, illetve különösen az észak-koreai műholdprogramnak. Láttuk azt, hogy 2023-nak a novemberében Észak-Korea többszöri sikertelen kísérletet követően végül is sikeresen juttatott fel kémműholdat földkörüli pályára. Emögött egyértelműen Oroszországnak a technológiai segítsége húzódott meg. Alapvetően a nemzetközi elemzők, és főleg az Egyesült Államoknak az elemzői attól tartanak, hogy Észak-Koreának és Oroszországnak az egymásra utaltsága azt fogja esetlegesen eredményezni, hogy a fegyvergyártás terén egy kooperáció alakul ki. Ez abból a szempontból lenne veszélyes, mert az észak-koreai rakétagyártásnak, az észak-koreai fegyveriparnak idei voltak természetes korlátai. Bizonyos technológiákhoz nem jutottak hozzá, bizonyos technológiáktól el voltak zárva, illetve nyilván anyagi korlátok is, nyersanyagkorlátok is behatárolták azért a tevékenységüket. Na már most, hogyha Oroszországgal egy ilyen kooperáció kialakul, akkor ez ahhoz fog vezetni, hogy az észak-koreai fegyvergyártás
köztük a hordozóeszközök, rakétáknak a gyártása minőségileg, mennyiségileg is felfuthat, és egy még inkább felbátorodott, még inkább erőteljes észak-koreai rezsimmel állunk majd szembe. Annyit még hozzátennék, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy Észak-Korea belemenne, vagy kiprovokálna esetlegesen egy tényleges fegyveres konfliktust a kelet-ázsiai térségben, mert tökéletesen tudják azt, hogy egy ilyen jellegű tényleges konfliktusban azért előbb vagy utóbb a rezsimnek a teljes elpusztulásával kellene számolni. Kína hallgatólagos jóváhagyása kellett vajon az észak-koreai orosz fegyverüzletekhez, leginkább ahhoz, hogy Észak-Korea adhasson el fegyvert Oroszország számára? Két oldalú megállapodásként született Oroszország és Észak-Korea között. Azt kell tudni, hogy ha az Észak-Korea, Kína, Oroszország háromszöget vizsgáljuk, akkor lényegében bár egy tömbről, egy szövetségi rendszerről, illetve egy tömbben lévő országokról beszélünk. Ennek ellenére nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy Oroszország és Kína több szempontból egymásnak a riválisai is. És hogyha megnézzük azt, hogy a múlt századnak a második felében, 1960-as éveknek az elejétől kezdődően, amikor egy nagyon-nagyon komoly konfliktus, versenyhelyzet, rivalizálás alakult ki Kína és az egykori Szovjetunió között, megnézzük, hogy ebben az időszakban Észak-Korea hogyan reagál, akkor azt mondhatjuk, hogy Észak-Korea mesterien alkalmazta azt a taktikát, hogy nem foglalt állást egyik nagyhatalmi patronusa mellett sem, és igyekezett fenntartani a jó kapcsolatokat mind a Szovjetunióval, mind a Kínai Népköztársasággal, ugyanakkor a maga számára maximalizálni az elérhető pozitívumot. Tehát észak-koreaiak nagyon ahhoz, hogy hogyan versenyeztessék a saját érdekük szempontjai alapján egymással a két nagyhatalmi patronust, Oroszországot és Kínát. Mi várható még ettől az észak-koreai orosz együttműködéstől? Itt arra gondolok, hogy a fegyverzeti együttműködés egy dolog, de mondjuk gazdasági, kereskedelmi megállapodások megkötése, és hogyha igen, akkor mit nyerhetnek mondjuk az észak-koreaiak ezen, és mit az oroszok? A gazdasági együttműködésből elsősorban az észak-koreaiak profitálhatnak. Ugye teljesen köztudomású, hogy az észak-koreai rezsim súlyos ellátási nehézségekkel küzd az országban, mivel nagyon kevés megművelhető földterülettel rendelkezik az ország, mindig is élelmiszer behozatalra szorult, ennek következtében különösen ki van szolgáltatva a külföld számára. Úgyhogy a gazdasági együttműködésből nyilván elsősorban észak-koreaiak profitálhatnak. Most a legújabb fejlemények között megemlíthetjük azt is, hogy annak ellenére, hogy a COVID megjelenésével 2020-nak a legelején hermetikusan lezárták az észak-koreai határokat, és turista csoportok nem utazhattak be Észak-Korea területére, mostantól kezdődően orosz turista csoportok számára megnyitották az észak-koreai határokat. Ennek azból a szempontból van jelentősége, mert minden egyes ilyen turista csoport, amelyik beutazik Észak-Korea területére, konvertibilis valuta bevételt jelent a szankcióbüntető intézkedésekkel küzdő országnak a ország számára. A másik része, tehát hogy Oroszország mit profitálhatna ebből a együttműködésből, illetve hát a észak-koreai relációból. Itt elsősorban megemlíthetjük a munkaerőnek a kérdését. Észak-Korea közepesen képzett, nagy mennyiségű munkaerővel és alapvetően igénytelen munkaerővel rendelkezik. Észak-koreai munkások jelenleg is tízezres nagyságrendben dolgoznak az orosz távol-keleten, fakitermelés, különböző építkezések, építkezési projektek, Vlagyivosztok, Habarovszk környékén, és felvetődött annak a lehetősége is, hogy a megszállt területeket, tehát az orosz fennhatóság alatt, de facto orosz fennhatóság alatt lévő ukrán területeknek a későbbi újjáépítését észak-koreai munkásokkal végeztetnék el, akik nyilván jóval igénytelenebb körülmények között és jóval kevesebb pénzért dolgoznak, mint a helyi munkaerő.